Köszöntöm a Völtségi Magazin nézőit, Deli Kinga vagyok, és mutatom is mindjárt, mit kínálunk a következő percekben. Elkészült a bölcsőde Nagymányokon. Megújult az óvoda tálaló konyhája Lengyelen. 2019 óta számos beruházás valósult meg Tevelen. Fejlődik és szépül Győre. Átadták a fejlesztéseket Aparhanton. Nehézségek közepette, de elkészült a bölcsőde Nagymányokon. A kivitelezés során felmerülő akadályokat sikeresen leküzdötték, így most már a műszaki átadás folyamata zajlik. Kard Béla polgármester azt mondja, a jelek szerint 10 éven belül újabb gyermekintézményt kell majd építeni. Mikor legutóbb hírt adtunk a nagymányoki bölcsőde beruházásáról, még ezek az állapotok fogadtak minket. Az elmúlt hónapokban a kivitelezők erőn felül teljesítve határidőre befejezték az építkezést, mely a kezdetektől fogva nem volt zökkenőmentes. Volt olyan pillanata a beruházásnak, amikor az is kétséges volt, valaha befejeződik az építkezés. Viszontagságos körülmények között, de végül is sikerült befejeznünk a bölcsőde beruházást. Ezt tudni kell róla, hogy közbeszerzésen elnyerte egy cég, amelyik aztán nem is indokolnám, hogy miért, de fölmondta, illetve mi mondtuk fel a szerződést, mert nem teljesített határidőre. Új közbeszerzés, új finanszírozás, de végül is most látjátok, tehát nagyon szépen elkészült minden. Tehát itt is még volt egy döccenő benne, mert a közbeszerzés és a kivitelezés vége között volt egy hatalmas lépés az árakból, amit át kellett lépni, úgyhogy egy kis pótfinanszírozásra is szükség volt, ezt is sikerült megoldani. Úgyhogy most itt vagyunk a kézbe, műszaki átadás közben, tehát zajlik a műszaki átadás, a jövő héten fejeződik be. Utána egy engedélyeztetési eljárás, ami nyilván még lesznek kérdések, meg kifogások, meg sok minden, de azt is úgy gondolom át fogjuk lépni, és akkor január 1-től bölcsödeként fog üzemelni. Volt egy tél, amikor tető nélkül voltak a falak, ennek következtében felsalértre mosodott az épület, vízaláfolyások miatt megsüllyedt az előtető, úgyhogy az új beruházónak nehéz dolga volt, mire használható állapotokat teremtett. Hát egy félkész épületet vettünk át, ami egy elég rossz állapotban volt, a falak le voltak ázva, le voltak salétre mosodva, tehát megnehezítették a kivitelezést, ezáltal egész más anyagokat kellett beépítsünk, egész más technológiát kellett alkalmazni. Mindenképpen egy félkész épületnek a befejezése, ez egy nagy feladat. Egyébként egy szép kihívás, most már szerencsére kész van, itt vagyunk a végén, a finishbe, örülünk neki, hogy ilyen jó eredménnyel sikerült ez zárni, hogy meg tudtuk valósítani. Ez 230 négyzetméteres épület, egy csoportszobából áll, ennek a kiszolgáló helységeivel, a gyermekfürdetővel, a gyermeköltöztetővel, az átadó helységgel, akkor ezen kívül ugye a kiszolgáló létesítmények, a melegítő konyhától az irodákig mindent meg kellett valósítani ehhez az egy csoportszobához. Tehát itt egy komplett kiszolgáló létesítmény épült, annak ellenére, hogy az óvoda itt van mellette, és ugye ugyanúgy ezek megvannak ott is. Eredetileg 135 millió forintba került volna az építkezés, de további 18 millió forintra volt még szükség a tényleges befejezéshez. Mai áron azt kell mondanom, hogy már nem is tűnik soknak, ha valaki most bemegy a tüzépre. Amúgy nagyon sok pénz természetesen. Hát 12-14 fő csoportszoba van. Ez most elégnek tűnik, hiszen 6-8 gyerek volt eddig az óvodában, a mini bölcsibe. Meg létszámot azt határozza meg, hogy hány hátrányos helyzetű gyerek van. Tehát ez itt változhat. Úgy néz ki, hogy már induláskor tele lesz. De én úgy gondolom, hogy ha ez a fejlődési tendencia van Nagymányokon, ami az elmúlt mondjuk 10 évben érzékelhető volt, akkor valamikor olyan 6-8-10 év múlva egy új óvodát és bölcsődét kell építeni valahol a település másik részén. Tehát ez nagy, de hát ugye azért épült a bölcsőde, mert már kicsinek tűnt az óvoda, és ezért ha ki tudjuk venni a mini bölcsődét, akkor felszabadul mondjuk 25 hely egy normál csoportnak. Ez most még megoldás, de hát nem tudom, a mostani gazdasági helyzet, háborús helyzet, mi minden jön még hozzá, de ha a tendencia marad, akkor én úgy gondolom, hogy 10 év múlva biztos, hogy szükség lesz még egy óvodára. Lengyelen a közel 50 éves, ma már csak tálalókonyhaként funkcionáló épület teljes körű felújításon esett át.
Az esemény alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, választókerületének szinte összes óvodája megújulhatott pályázati források igénybevételével. Lengyelen átadták a Teveli Szivárvány óvodák és Bölcsöde lengyeli tagóvodájának tálalókonyháját. A Magyar Faluprogram jóvoltából elnyert összegből egy megújult belső tér mellett a víz és a villanyhálózat fejlesztése is megtörtént, mondta el Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Nagy öröm számunkra az, hogy az elmúlt években a választókerületem szinte összes óvodája meg tudott újulni, és jó látni azt, hogy a kisközségekben is hasonló körülmények között várják az ovisokat, de nem csak az ovisokat, hanem egyébként akik betérnek a kultúrházakba, a községházákra, vagy pedig az orvosi rendelőket, szolgáltatásokat veszik igénybe, azok is hasonló körülményekkel tudnak találkozni, mint hogyha egy kisváros hasonló intézményeit keresnék fel. Itt Lengyelen 19 óta körülbelül 370 millió forintos összberuházás történt különböző projektekre. Most éppen az óvodai étkezőnek az új vagy felújított konyháját adtuk át 7 millió forint értékben. Jó volt látni a gyerekeknek a műsorát, és láttuk azt is, hogy mennyit fejlődhettek, mert a legutóbbi átadó alkalmával is ők adtak egy kis műsort számunkra a júniusban. A lengyeli óvodások pedig valóban sokat nőttek a faluház májusi ünnepélyes átadója óta, a műsoruk viszont most is mosolyt csalt az arcokra. Játszhatunk alatta, majd kizöldül tavaszra, játszhatunk majd alatta. Az ünnepélyes átadó alkalmával a település polgármestere elmondta, hogy saját forrásból csak állagmegóvásra jutott eddig. Egy nagyon elhasznált, egy leharcolt, közel 50 éves konyháról beszélünk, ahol már a csempék töredezettek voltak, nem volt megfelelő a világítás, és most ezzel a kis pénzzel egy nagyon modern kis konyhát tudtunk csinálni. A gyerekek nem is használják, de viszont az itt dolgozóknak egy sokkal kényelmesebb körülmények között, meg egy nyugodtabb munkavégzést tudunk így biztosítani, és így el tudják látni a gyerekeket. A felújítás során legelőször is az összes csempe, az összes hajzat föl lett szedve, új a szennyvízrendszer meg lett újítva, a vízrendszer meg lett újítva, hajzatbetonozás, a lapozás, a oldalsó csempeburkolás, teljesen úgy villanyszerelést kapott az épületnek ez a része. A födémen fölül 25 centis szigetelés lettéve az energiatakarékosság miatt. A polcok, új polcok lettek betéve, innen nyílott régen egy pince, még az uradalmi korszakból, ott teljesen megújult a pinceajtó, egy szigetelt pinceajtót kapott, onnan se jön most már fölfele a hideg, és a festés, mázolás, ezek a ebédlőbe, oda még egy elhelyezésre került egy kézmosó, hogy ne kell mindig eljárni a mosdóba, akkor itt is meg tudják a gyerekek oldani. És ez csak tálaló konyha, mert itt most már nagyon régóta az ANTS nem engedi a főzést, és a helyi mezőgazdasági iskolába hordjuk le az ételt, és akkor itt a konyhán melegítik, és akkor itt tálalják. Az energiatakarékosság jegyében 25 cm-es szigeteléssel is ellátták a födémet a lengyeli tálaló konyhán, ami teljesen megújulhatott a Magyar Falus pályázati forrásból, de az óvoda épületében még vannak teendők. Az épületben azért még vannak terveink, ugyanis a villamos hálózat és a világítás az is közel 50 éves, tehát arra nagyon rászorul egy felújítás, de ezerre is pályázni fogunk, mert saját önerőből nem fogjuk tudni megoldani. De természetesen, ahogy mondtam, az óvoda egy motorja az itt maradásnak, és ezért mindent meg fogunk tenni, hogy arra is jusson pénz, és azt is meg tudjuk oldani. A település minden pályázati forrást megragad a fejlődés érdekében. Az elmúlt 3 évben számos fejlesztés történt Tevelen. Többek között járdák és utak újultak meg, az önkormányzathoz tartozó intézményeket korszerűsítették, illetve a csapadékvíz szakszerű elvezetése is megoldódott. A polgármester elmondta, hogy a jövőbeni tervek között szerepel a művelődési ház teljes energetikai korszerűsítése, illetve egy piactér kialakítása is.
Három éve, 2019 őszén választották meg Fazekas Attilát Tevel polgármesterének. Azóta több fejlesztés is történt a településen. Például jelentős változás, hogy a faluban már működik házi orvosi ellátás. 2019-ben, amikor polgármesternek indultam, akkor a programomban nagyon sok olyan dolog fogalmazódott meg, amit mint magánemberként szerettem volna a településen, hogy legyen. Ezeket fősorolni is, azt mondom, hogy kicsit nehézkes, de én úgy gondolom, hogy sikerült nagyon sok mindent megvalósítanom. Tehát sorolnám azt elsősorban, tehát, hogy nem volt fix háziorvosunk, szerencse is párosult hozzá, de sikerült háziorvost a településre invitálni, és most már itt immár az is 3 éve praktizál a településünkön a lakosság megelégedettségére. Ez mellett a településünknek úgy gondolom, hogy a szíve lelke, hogy maradjon az óvoda és a 8-osztályos általános iskola, és ezt szerettük volna mindenképpen kibővíteni bölcsödével. Ez is sikerült egy sikeres pályázat útján. Igaz, hogy az önkormányzatnak önrészt kell hozzá biztosítania, de úgy néz ki, hogy ez jövő szeptemberre már üzemelni is fog, tehát a munkálatok folynak. Azon kívül nagyon sok olyan fejlesztés volt félben, illetve a fejemben fogalmazódott meg. Ugye a infrastruktúra nagyon fontos, és járdák, utaknak a felújítása. Ezeket a Magyar Falu program keretében szintén sikeresen pályáztunk. Ezek mellett közel 380 millió forintból a csapadékvíz szakszerű elvezetése és helyben tartása is megoldódott a községben. Bővítettük a vízhálózatot is, mert ott nem volt vezetékes ivóvíz kiépítve, tehát az ott nem sok lakos van, 20 pár személy életvitelszerűen, de így akkor azoknak is azt mondom, hogy az életét meg tudtuk könnyíteni, hogy vezetékes ivóvizet tudtunk kiépíteni a településen. A polgármester hozzátette, hogy a jövőbeni tervek között pedig szerepel a művelődési ház teljes energetikai felújítása. Tervek még vannak, mert nem fogytunk ki. Beadtunk 2 pályázatot TOP pluszosban, azok elég nagy volumenű beruházások, szintén fontos a település életében, vagy fontos lenne egy piasztér, zárójelben közösségi térnek a kialakítása, illetve a művelődési háznak az energetikai felújítása, az mondhatnám azt, hogy ilyen 100%-os felújítás, mert elég retrós, és hát nagy szükségünk van rá, illetve hát a későbbiekben csak, tehát úgy tudjuk azt üzemeltetni gazdaságosan, hogyha ezt a pályázatot megnyerjük. Bízunk benne, hogy pozitív elvírásban fog ez is részesülni. Még úgy gondolom, hogy fontos volna, hogy településen az idősekről is tudjunk gondoskodni. Egy ilyen idősek napközis otthonában is gondolkozunk. Ez is a következő éveknek a tervei között szerepel, hogy biztosítani tudjuk azoknak az idős itt élő embereknek a mindennapjában, hogy felügyeletet, társaságot, ellátást, akinek ugye nincsen hozzá tartozója itt a településen, vagy éppen dolgoznak és nem tudják a napi felügyeletet ellátni a személyen. A sportra is nagy hangsúlyt fektettek a településen. Sikerült egy műfüves pályaprogramban egy nem TAO-ban, hanem önkormányzati támogatás keretében egy nagyméretű műfüves pályát a Teveli Sport Egyesületnek biztosítani, ami ugye nem csak magát a felnőtt focistáknak, hanem az utánpótlásnak is egy nagy segítség, illetve hogy az alapoktól már tudjunk indulni, az Óvis Sport Alapítványon keresztül az óvodában is egy óvis műfüves pályát tudtunk építeni a tavalyi évben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljes mértékben sportterén is, meg oktatásterén is a városi iskolákkal, óvodákkal föl tudjuk venni a versenyt. Mint különben, mint szakemberben, hál' Istennek nálunk nincs szakember hiány. Minden pozíció be van töltve az iskolába is, és az óvodában is. Pályázatoknak köszönhetően szépül Győre.
A településen számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt időszakban, aminek köszönhetően egyre kedveltebb a község a fiatalok körében. Egy dolog ad a jelen helyzetben aggodalomra okot, a kialakult energiaválság kezelése, de ennek a megoldásán is dolgozik a falu vezetősége. Édesdeden alszanak a kicsik a felújított óvodában. Épp a délutáni pihenő idejüket töltik. Az intézmény belső terét az idei évben teljes egészében átalakították, már csak külsőleg kell rendbe hozni az épületet. A legnagyobb öröm, ami szintén pályázati nyeremény, az óvodánk felújítása, hiszen több mint 40-45 éves volt már az óvodánk belülről, és a belső felújításra nyertünk bruttó közel 50 millió forintot, és megvalósult a felújítás, úgyhogy szeptemberben elkezdtük januárban a felújítást, és szeptemberben az óvodások kezdhettek az új helyükön, addig a művelődési házban voltak fél évet, úgyhogy ez a legnagyobb öröm nekünk, hiszen egy 40 éves óvodát tudtunk felújítani, ami korszerű lett most, a vizes blokk, padlófűtés, a fűtés korszerűsítés, a helyiségek felújítása, tehát nagyon nagy dolog ez számunkra, viszont a külső felújításra nem sikerült még nyernünk, benn van a pályázat, még tartaléklistán, nagyon bízunk benne, hogy az még nyerne, mert most belülről gyönyörű az óvodánk, de kívülről bizony hagy maga után kívánni valót. De nem csak itt történtek fejlesztések, az idén számos más is megszépült a településen az Európai Uniós pénzforrásoknak köszönhetően. Tavalyi évben elnyert pályázatok az idén valósultak meg. Ilyen, ami tavasszal adtunk át a temetőz egy új parkoló, egy 10 férőhelyes parkolót adtunk át tavasszal, aztán aminek nagyon örültünk, hogy nyertünk egy falubuszt, amivel az iskolásokat, óvodásokat tudjuk szállítani, hiszen iskolánk is, óvodánk is van, és vidékről is járnak ide gyermekek. Ezt ezelőtt is 5 éven keresztül megtettük, de akkor még nem volt falugondoki szolgálat. Azt önerőből kellett, most annyiban ez nagyon nagy segítség, hogy erre kaptunk egy falubuszt is, egy újat tudtunk vásárolni, pályázaton nyertük, és mellette a falugondoki szolgálatra, tehát erre még van támogatás. Úgyhogy nem kell ezután már önerőből finanszíroznunk, egyszerre támogatásunk van. A jövőre nézve is vannak tervek, erről is beszélt a polgármester. Az idei évben eddig, ami már megvalósult a uniós pályázat, a TOP pluszba, adtunk be egy pályázatot már közösen a megyével, a utak felújítása, belterületi utak felújítása. Ez azért lenne jó, mert attól a temetőparkoló megvalósítottuk a 10 férőhelyest, akkor ott tudnánk tovább fejleszteni, ott van egy utca is, akkor azt a teret meg az utcát tovább tudnánk fejleszteni. Ez már be van adva, és most van beadás alatt, novemberben jár le a határidő, a beadási határidő, csapadékvíz elvezetése még két utcára, ugyanis tavaly előtt két éve megvalósult 3 utcába csapadékvíz elvezetésünk. Ez a két utca még vissza van, ami ha megvalósulna és sikerül ez is top pályázatba, akkor úgy gondolom, hogy az egész településen a csapadékvíz megoldódott. Ha az út is nyerne, amit beadtunk, akkor viszont mindenhol szilárd burkolat útunk van, aszfaltos. A hazai szociálpolitikának és a községben történt fejlesztéseknek köszönhetően egyre több fiatal telepedik le a faluban. A fiataloknak ezzel a lakáshoz juttatás támogatással én úgy gondolom, hogy rengetegen újítják föl a lakásokat, és települnek ki városokból is. Akár például Szekszárdról is jöttek ide lakni már, meg Bonyhádról, fiatalok, úgyhogy nő a létszám, a gyerek létszám is. Mint minden településen, itt is komoly feltörést okoz a kialakult energiaválság kezelése. A testület igen azon gondolkodik, hogy milyen, hogy oldjuk meg ezeket az energia, magasabb energiárakkal, hogy gazdálkodjunk meg, hogy próbáljuk meg takarékoskodni. Hát annyit már megtettünk, hogy a műfházat azt ideiglenesen bezárjuk, nem lesz fűtés, nem lesz világítás, ez annyiban
annyiban gond egy kicsit, hogy az iskolások meg az óvodások, ugye a műfázban nagyobb a terem, és táncoktatásra az iskolások és óvisok is átjártak oda táncolni. Most meg kell oldják az iskolában meg az óvodában ezt a problémát, mert nem, tehát takarékoskodnunk kell, a gázszámla az nagyon magas lenne. A könyvtárat szintén idegenesen, és azt úgy oldottuk meg, hogy kihirdettük, hogy ha kell, akkor havonta egyszer egy órára kinyitjuk, lehet jelezni az önkormányzatnál, vagy a könyvtárosnál, ha van igény, akkor máskor is oda megyünk, és kiadjuk a könyveket, meg lehet könyvet cserélni, de rendszeres nyitvatartás nem lesz, ezen takarékoskodtunk. A település vezetése azon dolgozik, hogy a lehető leghatékonyabban és mindenki számára elfogadhatóan tudja kezelni a kialakult helyzetet. A rendelkezésre álló büdzsé korlátozott, így ahol csak tudnak, spórolnak. A Magyar Falu programnak köszönhetően számos új eszközt és egy Fiat Ducato gépjárművet is sikerült beszerezni az aparhanti önkormányzatnak. Pályázati támogatásból egy utca útburkolatának a javítását, illetve az apari Kálvárián található stációk renoválását is megvalósították. Ünnepélyes keretek között adták át Aparhanton azokat a fejlesztéseket, amiket a közelmúltban valósítottak meg a Magyar Falu programnak köszönhetően. Az átadón Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett. Fontos nap ez a mai, nem csak az aparhantiak életében, hanem azt gondolom, hogy a Tolna megye életében is, hiszen a Tolna megyei önkormányzat egyik legfontosabb feladata az, hogy a megyében a megye imázsát és az itt élhetőséget és a mindennapoknak a könnyebbségét ösztönözze, és segítő szándékkal fejlessze a megyét, és azt gondolom, hogy amikor egy ilyen kis településen ilyen nagy volumenű fejlesztésekről számolhatunk be, akkor ez valójában a jövőnkről is számolunk be egyben, hiszen ezekben a kis településekben nagyon fontos az, hogy hiszen az egész megye alapvetően kis településekből áll össze, és kis települések alkotják. Nagyon fontos az, hogy egy településre jó legyen megérkezni, jó legyen hazajönni, jó legyen az időnket eltölteni, a szabadidőnket eltölteni, és a mindennapi életünk lehetőség szerint minél komfortosabb és minél jobb legyen egy kis település életében. Azt gondolom, hogy a jövőt illetően talán ezek a legfontosabb feladatok, és a mai nap jó példa arra, hogy ha agilis egy település vezetője, akkor az hogyan tud nagy sikereket elérni, és tényleg hogyan tudja a települését a lehető legdinamikusabb és a legjobb módon fejleszteni. Ez a Aparhanton hál' Istennek így van. A fejlesztéseknek köszönhetően sok fiatal vásárol házat a településen, és választja otthonául a községet. Én azt gondolom, hogy a Magyar Falu program talán az egyik legfontosabb stratégiai partnere egy kis település életében, hiszen ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a település megtartó erejét és a település imázsát, a településhez való vonzódást segítheti, és így azt gondolom, hogy az a veszély, amit ugye sokszor szoktunk mondani, hogy a fiatalok inkább nagyobb városokba költöznek, inkább nagyobb települések közelébe mennek. Én azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fiataloknak érdemes legyen hazaköltözni, vagy érdemes legyen itthon családot tervezni, érdemes legyen az otthonukban, a szülőfalujukban gondolkodni, és ne kelljen más településekre elmenni, hiszen itt is jó infrastruktúrával, jó környezetbe, szép környezetbe, jó közösségbe megélhetik a mindennapjaikat. Útburkolat felújítására és eszközbeszerzésre is futotta az elnyert pályázati összegből. A József Attila utca, ami 440 méteres szakaszon újult meg, illetve a Petőfi utcai járdafelújításunk, ahol 330 négyzetméternyi járdafelület újult meg az elmúlt időszakban, illetve a kommunális eszközbeszerzésünknek is örülhetünk itt, hiszen egy új Fiat Ducato gépjárművel gazdagodott a település, fűnyírokkal, fűkasszákkal, lombfúvókkal is. Az elmúlt időszakban összesen 105 millió forintot nyert a településünk, ez 2018 óta, tehát ebből újult meg többek között az orvosi rendelőnk, és került új eszközökkel és bútorzattal felújításra, illetve az óvodaudvar felújítás, és az, amiket a korábban is említettem, ezek nagyságrendileg 105 millió forintnyi beruházást eredményeztek. Az apari Kálvárián álló stációk rendbehozatalára is futotta az elnyert pályázati összegből, közel 5 millió forintból teljesen megújultak a műemlékek.
Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!